Rendkívüli bejelentés. Novák Katalin köztársasági elnök nem sokkal ezelőtt az M1 kamerája előtt tett nyilatkozatot. Ezt láthatják most. Tisztelt és számomra oly kedves magyar emberek határon innen és túl. Most önökhöz szólok. Nem a politikusokhoz, a politikacsinálókhoz, hanem azokhoz, akiknek a szolgálatára 2 évvel ezelőtt felesküdtem. Azért vállaltam ezt a feladatot, mert szenvedélyesen szeretem Magyarországot, a hazánkat. És mert hiszek önökben. Hiszem, hogy egy békés, szeretettel teli, egymásra odafigyelő nemzet a miénk. Hiszek a csendes többségben, a mindennap keményen dolgozó emberekben, a becsületben, az egyenes tartásban és a szeretet erejében. Ezeket az értékeket nagyszüleinktől, szüleinktől kaptuk, és gyerekeinknek, unokáinknak szeretnénk továbbadni. Hoztam egy olyan kegyelmi döntést, mely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki. Érthető, hogy magyarázatot várnak. A kegyelmezés jogkör mindközül talán a legérzékenyebb, mert egy ember életéről kell dönteni, a kegyelmi kérvény és a rendelkezésre álló információk alapján. Tavaly áprilisban abban a hiszemben döntöttem a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hibáztam. Mert a kegyelmi döntés és az indokolás hiánya alkalmas volt arra, hogy a pedofiliára vonatkozó zéró tolerancia kapcsán kételyeket ébresszen. Márpedig itt nincs, és nem is lehet kételj. Soha nem adnék kegyelmet annak, akiről azt gondolom, hogy fizikailag vagy lelkileg gyermekeket bántalmaz. Így volt ez akkor, és így van ez ma is. A köztársasági elnök alaptörvényből is fakadó feladata megjeleníteni a nemzet egységét. A gyermek a legfontosabb kincsünk. Hiszem, hogy ebben egységes a nemzet, minden véleménykülönbség ellenére. A gyermekek védelme közös kötelességünk. 3 gyermeket szültem. Itt személyesen is átéltem, mekkora szüksége van egy védtelen, kiszolgáltatott életnek a biztonságra, a védelemre. Magyar emberként azt várnám a köztársasági elnöktől, hogy ne hibázzon. Ha mégis, akkor nézzen szembe azokkal, akiknek elszámolással tartozik, és vállaljon felelősséget. Akár azzal, hogy lemond a köztársasági elnöki tisztségről. Bocsánatot kérek azoktól, akiket megbántottam, és minden olyan áldozattól, aki úgy érezhette, nem állok ki mellette. A gyerekek és a családok védelme mellett voltam, vagyok és leszek. Államfőként ma utoljára szólok önökhöz. Lemondok a köztársasági elnöki tisztségről. A döntés nem személyes okból volt nehéz. Azért volt nehéz, mert esküdtettem. Arra a kérdésre kellett most választ találnom, hogy eskümhöz híven képes lennék-e a köztársasági elnöki tisztséget továbbra is a magyar nemzet javára gyakorolni. Rendelkeznék-e azzal a mozgástérrel, amely ahhoz kell, hogy szuverén államfőként jól teljesítsem a feladatomat? Nem a válaszom mindkét kérdésre. Bocsánatot kérek azoktól, akik most úgy érzik, cserben hagyom őket. Akik most úgy érzik, hogy a gyűlölet legyőzte a szeretetet. Azt a kérdést kellett feltennem magamnak, mit üzenek döntésemmel a gyerekeinknek, a magyar fiataloknak. Én arra biztatom őket, hogy szolgáljanak minden erejükkel, tehetségükkel. Ne adják fel a nehéz pillanatokban sem. Tartsanak ki, amíg lehet. A hibáikért vállalják a felelősséget, és ha úgy érzik, hogy fel kellene áldozniuk szuverenitásukat, akkor legyenek képesek méltósággal átadni a helyet valaki másnak. A szuverenitás drága kincs, az embernek, a nemzetnek egyaránt. Vigyázzunk rá. Köszönöm. Köszönöm önöknek, hogy célt és értelmet adtak a köztársasági elnöki feladatnak. Köszönöm a találkozásokat, amelyek a legnagyobb ajándékai voltak ennek a 2 évnek. Köszönöm, hogy leülhettem a sámlira, hogy sikerült oda is figyelmet irányítani, ahova a hétköznapokban kevesebb jut. Azoknak, akikkel együtt dolgozhattam, köszönöm a magas színvonalú munkát, az elhivatottságot, az emberséget. Köszönöm a családomnak a mindenkor biztos hátteret. Köszönöm Istvánnak, hogy 25 éve együtt lehetünk a szép és a nehéz pillanatokban. Köszönöm, hogy segített megmutatni, hogy egy férfi ugyanúgy tudja támogatni a társát, ahogy egy nő.
Köszönöm Ádámnak, Tamásnak és Katának, hogy az édesanyjuk lehetek, és hogy célt adnak életem közélet után következő szakaszának is. A politika kemény, olykor kegyetlen világ. Vannak, akik azt gondolják, hogy nekünk, nőknek ezért nem is való. Ezzel nem értek egyet. Ne hagyjuk magunkat. Kellenek a nők a közéletbe is, mert hitem szerint akkor idővel méltányosabb, békésebb, és bizonyára tartalmasabb lesz ez a világ. Hálás vagyok azért, hogy a magyar nemzetet szolgálhattam. Isten, áld meg a magyart, mert tiéd az ország, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség. A kormány alkotmánymódosító javaslatot nyújtott be, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ezt Orbán Viktor jelentette be még csütörtökön. A miniszterelnök hangsúlyozta személyes meggyőződése, hogy pedofil elkövetők számára nincs kegyelem. Tiszta helyzetet kell teremteni egy világos, egyértelmű döntéssel. Nekem is van 5 gyermekem és 6 unokám. Ha valakik hozzá nyúlnának, akkor az első gondolatom, hogy félbe kell őket hasítani, vagy miszlikbe kell vágni. Akinek gyermeke van, meggyőződésem szerint Magyarországon mindannyian így gondolkodunk. Ezért egyértelmű helyzetet kell teremteni. A kormány nevében benyújtottam egy alkotmánymódosítást, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén az elkövető kegyelmet kaphasson. Ideje rendezni ezt a kérdést. A Fidesz frakciót támogatja Orbán Viktor miniszterelnök alaptörvénymódosító javaslatát, amely lehetetlenné teszi, hogy kiskorú gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény esetén kegyelmet kapjon az elkövető. Kocsis Máté frakcióvezető pénteken a Kossuth Rádióban azt mondta, a gyermekekkel szembeni bűnelkövetőknek nincs kegyelem. Emlékeztetett, a kormánypártok fogadták el 2021-ben Európa legszigorúbb gyermekvédelmi és pedofil ellenes törvényét, amit a baloldali pártok nem támogattak. Muszáj ezt az alaptörvénymódosítást elfogadni, amelyet a miniszterelnök utána beterjesztett, mert kiegészíti a gyermekvédelmi rendszerünket. Tehát ezentúl minden bűnelkövetőnek tudnia kell, hogy ha gyermekek rovására teszi azt, amit tesz, akkor az elnöki kegyelem intézményesen áll rendelkezésére. Tehát nincs menekvés, nincs kegyelem, ha úgy tetszik, és nincs semmi mentség arra, amit tett. Nem fogja tudni megúszni sem a büntetést, még akkor sem, hogyha az elnök esetleg adna egy vitatott ugyan, de mégis csak jogszerű kegyelmet számára. Ezt a kiskaput be kellett zárni. Vendégünk továbbra is Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetőjét. Fábián Barna kérdezi. Köszönöm szépen. Akkor folytassuk ezt a beszélgetést. Hosszasan lehetne elemezni, mi is fogjuk mindjárt, de 3 gondolat mindenképpen kiemelésre kerül, szín szerintem. Azt mondta a leköszönő köztársaságének, hogy hibáztam, elnézést kérek, és köszönöm. Így van, ezek nagyon fontos gondolatok. Az embernek az első, ami eszébe jut, hogy a nemzeti tábor már egy ilyen hibának, amit nevén nevezett a köztársaságjának, rögtön ilyen súlyos és közvetlen következménye van. Míg a baloldali pártoknál a bűnöknek, például a hazugságbeszédnek Gyurcsány Ferenc esetében semmilyen következménye nem volt. Tehát ez egy erkölcsi különbség, és az az emelkedett, de keserű beszéd, amit mondott a köztársasági elnök, jól kiemelte ezt az erkölcsi különbséget. Egészen biztos vagyok, hogy Gyurcsány Ferenc jelenlegi aktivitásánál is egyértelmű példára nincsen szükség, hogy a baloldalon nem volt soha következménye a bűnöknek. Ez a Novák Katalin lemondása pedig már a második köztársasági elnök, aki távozik a történtek okán. Érdekes, én délután nézegettem a világhálót, a belföldi. Több portálon is lehetett véleményt mondani, ön szerint le fog-e mondani Novák Katalin a következő 72 órában. Volt olyan portál, ahol 48-48%, majdnem egyforma. De van olyan is, amiben azt mondták, még ez fél-kettes adat, hogy igen, 35,8%, mondom fél-kettőkor nem, 64,2%. Tehát ennek a portálnak a válaszadói nem várták az államfő távozását. De mondom, más portálnál meg más az eredmény.
Aki meghallgatta ezt a bejelentést, az azt gondolom egyetért abban, hogy ez egy nagyon átgondolt és erkölcsileg megalapozott döntés volt. Ugye azzal érvelt a köztársasági elnök, hogy elismerte, hogy ez egy hiba volt, így kegyelmet adni, nem magyarázkodott, hanem a következményeket levonta belőle. Erkölcsileg tiszta volt, amit mondott, hiszen azt mondta, hogy a gyermekvédelem ügyét mindig is szívügyének tartotta és kiáll mellette, és ebből következik ez a döntés, illetve vállalta a felelősséget a hibájáért, ami mégiscsak egy nagyon ritka pillanata a politikának, hogy egy ilyen nehéz döntést hozom, meg egy 46 éves most távozó köztársasági elnök. Tehát azt gondolom, hogy az elmúlt napok vitáját ezzel le is lehet zárni, mert senki nem számított arra, hogy ennyire határozott döntést fog hozni a köztársasági elnök. Nem tudom, hogy lezárul-e a baloldalról az a vita, amit elkezdtek. Tulajdonképpen a lemondását követelő oldal okafogyottá vált a köztársasági elnök asszony bejelentette, hogy távozik a posztjáról, de visszatérve a baloldalra, nem szavaztak még egyetlen egy olyan törvényt, ami a gyermekvédelmet szolgálta volna, hozzá kapcsolódó más törvényeket sem, sőt, az Európai Parlamentben kifejezetten ezek ellen szavaztak, hogy ezért büntessék meg Magyarországot. Ezek után jött a tüntetés, hogy jaj, ezt a kettőt hogy lehet összefésülni, ha lehet egyáltalán? Egyik serpenyőben van egy erkölcsileg megalapozott, emelkedett, a felelősséget vállaló döntés. A másik serpenyőben a baloldal elmúlt napokban mutatott aktivitás, pedig egy képmutató kampány, ahogy itt már a bevezetőben is beszéltünk róla, képmutató, hiszen ahogy ön is utalt rá, se a gyermekvédelmi törvényt nem szavazták meg, se a pedofiliát szigorító törvényeket, ugye ez az a kormány, ami beterjesztette, hogy a pedofil bűncselekményt elkövetőkről nyilvántartást lehet vezetni. Amikor az elmúlt napokban a miniszterelnök kezdeményezte az alaptörvény módosítását, hogy a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekményeknél ne legyen kegyelem adható, akkor is a baloldal elkezdett tiltakozni, mutatván, hogy mennyire képmutatók, és ez az a baloldal, ami az Európai Parlamentben mindent elkövet, hogy a gyermekvédelmi törvényre hivatkozva Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat, tehát semmilyen erkölcsi alapja nem lenne erre a tiltakozásra, mégis egy hatalmas kampányt szervezett rá az elmúlt napokban. Nyilván a jövőben nem látunk, szerintem sem ön, sem én, de mégis ez a tüntetés sorozat, ami néhány napja tart ebben az ügyben, megállhat most, vagy folytatódhat tovább? Hát, és ha igen, akkor vajon miért? Eddig sem volt igazi erkölcsi alapja, de ezután politikai alapja sincsen, hiszen amit követeltek, az beteljesült, a köztársasági elnök lemondott másfél év után a pozíciójáról. Azt gondolom, hogy ezután találkozni, tiltakozni semmi értelme nincsen. A 22-es, a 18-es vagy a 14-es választás után is baloldali tüntetések voltak az eredmény keserűsége okán, de egy néhány alkalom után rájöttek, hogy nincs értelme. Azt gondolom, hogy éppen ezért a mai és az azt követő egyébként nem túl sikeres tüntetéseknek sem lesz folytatása. Aki a tegnapi képeket látta, talán valamivel több mint 1000 fő vett részt rajta, a legelkötelezettebb, radikális baloldali szokásos tüntetők. Nem volt tehát igazi tömegmozgósító ereje a tegnapi tüntetésnek. A mainak még ennyire sem lenne, hiszen amiért tiltakoztak, az bekövetkezett. Hogyan látja a köztársasági elnök mai bejelentése? Mennyire lesz hatással mondjuk a júniusi európai parlamenti és önkormányzati választásokra, annak fényében, amit ön már elkezdett, hogy vállalta a felelősséget és lemondott a pozíciójáról? Így van, én ezért állítottam azt elemzőként, hogy ezzel ez az ügy lezárulhat. Azok, akik megkérdőjelezték a feltétlen elköteleződését a magyar nemzeti tábornak a gyermekvédelem ügye iránt a pedofília ellenében, azok, akik ezt megkérdőjelezték, azok már egy nagyon egyértelmű választ kaptak. Ezért a kampány szerintem nem folytatható a Fidesz, a jobb oldal, a nemzeti tábor és Novák Katalin személye ellen sem. Ezért az európai parlamenti kampányukhoz remült segítséget a baloldali pártok ma nem fogják megkapni. Azáltal, hogy ez most lezárul,
ezáltal valami új témát kell keresniük, amúgy elég nagy téma problémákkal küzdöttek, mert a fő napirendi ügyeket az elmúlt hónapokban a kormány tudta meghatározni. A kormány a békéről beszél, a gender ideológia elutasításáról, vagy a migráció ellenességről, ehhez a baloldali pártoknak nem volt igazán hozzáfűzni valója. Ebben a pillanatban adták át a kollégáim ezt a nyilatkozatot, Varga Judit, egykor igazságügyminisztertől származik, ha megengedi, felolvasom, mert annyira friss. De a köztársasági elnök bejelentése után lemondott Varga Judit is. A közösségi oldalán azt írta, idézem, a rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges. Ő folytatta azt a több mint 25 éves gyakorlatot, miszerint az igazságügyi miniszter tudomásul veszi az elnök kegyelmi döntését. Úgy fogalmazott, az elnök döntésének ellenjegyzéséért a politikai felelősséget vállalja. Varga Judit kiemelte, visszavonul a közélettől, lemond országgyűlési képviselői mandátumáról és az európai parlamenti lista vezetéséről is. Hozzátette, mindenkinek hálásan köszöni a munkáját, akivel az elmúlt években egy csapatban dolgozhatott, és Magyarország a továbbiakban is számíthat rá a nemzeti érdekek és az értékek védelmében. Zárul Varga Judit közleménye. Hogyan értékeli? Hát a mai nap az egészen szomorú lesz a jobb oldal számára, mert két nagyon értékes személyisége, népszerű személyisége döntött úgy a jobboldali politikának. A köztársasági elnök esetében a jobboldalon táboron túl is embereket megszólítani képes személyiség, hogy távozik a közéletből. Ugye mindketten ezt a fogalmat használták, hogy visszavonulnak a közélettől. Ezért a jobboldal számára ez egy szomorú tábor, de, vagy döntés, de azt gondolom, hogy itt a kulcs az, hogy az egyéni személyes céljaikat, karriervágyukat, érdeküket visszatudták szorítani a közösség érdekével szemben, és azt mondták, hogy a közösségért, azért a táborért, ami egykor bizalmat szavazott számukra, ezért hajlandóak erre a személyes áldozatra. Biztosan nagyon nehéz egy ilyen döntést meghozni, de a legfontosabb, hogy senki megalapozottan ne kérdőjelezhesse meg azt, hogy a jobb oldal, a nemzeti tábor Magyarországon a gyermekvédelem elkötelezett híve és a pedofilia elleni küzdelem legnagyobb harcosa. Érdekes, a köztársasági elnök lemondásának bejelentés után alig 15 perccel megjelent Varga Judit nyilatkozata is, és mind a ketten azt mondták, hogy köszönik, hogy a nemzetet szolgálhatták. Na hát, ilyet a másik oldalról nem nagyon hallottam én, de lehet, hogy nem figyelek. Azért nem hallott ilyet, mert ott soha senki nem mondott le. Amikor elkövetett egy bűnt egy baloldali politikus, akkor hivatalban maradt. Gyurcsány Ferenc hazugság beszéde 2006. szeptemberében szivárgott ki, és majdnem két évig tartott, amíg a konzekvenciákat levonta belőle. Még jó, hogy nem kért bocsánatot és nem köszönt meg semmit, mert ragaszkodott kézzel-lábbal a hatalomhoz. Tehát egészen más a helyzet a jobb oldalon és a bal oldalon. Tehát itt a jobb oldalon a kormányzó pártok között az a vezérvonal, az a útmutatás, ha valaki hibázik, vállalja a felelősséget és távozik, megköszön, hogy a nemzetet szolgálhatta, másik oldalon meg a Gyurcsány féle az iránymutató. A közösség fontosabb, mint az egyéni szempontok, és a közösségért áldozatot hozni, alázattal a nemzetet szolgálni. Ezek mind Varga Judit, mind Novák Katalin esetében fontosabbak voltak, mint hogy éppen holnap után mi lesz velük, és milyen karrierutat tudnak befutni. Tehát azt gondolom, hogy ilyet a baloldali politikusoktól azért sem láthatunk, mert ők másképpen gondolkodnak egyén és közösség viszonyáról. Az individualista ember az a személyes boldogulását keresi, míg a közösségben gondolkodó ember az hajlandó a közösségért áldozatokat hozni. Nagyon kíváncsi leszek, hogy az a Gyurcsány Ferenc, aki nem mondott le a hazugság beszédének a kiszivárgása után, hogyan fogja ezt kommentálni, hogyan fog meglepődni azon, hogy a jobb oldalon, ez természetes dolog, hogy a hibáknak is következménye van, míg a bal oldalon a bűnöknek sincs. Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Ahogyan a rendkívüli híradó elején láthatták, lemondott államfői tisztségéről Novák Katalin, a köztársasági elnök az M1-en rendkívüli nyilatkozatában azt mondta, abban a hiszemben döntött a kegyelem mellett, hogy az elítélt nem élt vissza a rábízott gyermekek kiszolgáltatottságával. Hozzátette, olyan döntést hozott, amely sokakban értetlenséget és békétlenséget váltott ki.
hozzátette, hibázott, és ezért vállalja a felelősséget. A köztársasági elnök bejelentése után lemondott Varga Judit is. A közösségi oldalán azt írta, a rendszerváltoztatás óta az elnök egyéni kegyelmi döntésének érvényességéhez az igazságügyi miniszter ellenjegyzése szükséges, ezért a politikai felelősséget vállalja Varga Judit. Kiemelte, visszavonul a közélettől, lemond országgyűlési képviselői mandátumáról és az EP lista vezetéséről is.